Nem az a fontos, hogy igazunk legyen, hanem hogy legyünk igazak. 2017-ben Greta Gerwig elkészítette a Lady Bird című filmjét. Egy film a felnőtté válásról, egy film a tinédzserkori problémákról, és egy film az anya-lánya kapcsolatról. Igazán kevés olyan film született, amely mélyen és meghatóan, megindítóan mutatja be ezt a viszonyt. Hősünk Lady Bird magának adta ezt a nevet, és szeretne valami többet annál, mint ami megadatott neki. Szegény családban nőtt fel, Sacramentóban, és igazából mondhatjuk úgy is, hogy egy átlagos tinédzser, aki egy átlagon felüli életre vágyik. Szeretne jó egyetemre járni, szeretne jó életet, szép házban élni, és szeretne barátot. A film arról szól, hogy hogyan különböző viszontagságok útján hogyan találja meg végül önmagát, hogyan találja meg azt az utat, ami számára hiteles, ami számára megfelelő. És közben egy csomó élmény az, amit látunk, ami történik vele, jó dolgok, rossz dolgok, és egy csomó minden, amivel fejlődik, amivel tovább tud lépni, amivel egész egyszerűen felnőtté válik. A film központi témája az édesanyjával való kapcsolata, ami igencsak vegyes, tele van mély szeretettel, ugyanakkor tele van konfliktussal is. Ahogy édesanyja mondja is, szeretném, hogyha a legjobb verzió válna belőled. Erre Lady Bird azt mondja, mi van akkor, hogyha a mostani a legjobb verzió? Ha nem lesz már ennél jobb verzió. És láthatjuk, ahogy az iskolában tanárai, ugye egy katolikus iskolába jár, ahol apácák és papok tanítják, tanárai is terelik. Tanárai is terelik olyan dolgokkal, amelyeket ő részben elutasít, részben viszont erőt merít belőle. És ez a vallásnak, a szakrális életnek, Krisztus tanításának egyfajta energiája, amit ő lépésről lépésre egyre inkább magával visz, egyre inkább beépít, anélkül, hogy ő igazából vallásos akarna lenni. Láthatjuk azt, hogy Sacramentóval, szülővárosával is a viszonya igazából ellentmondásos. Tehát egyrésztről nem szereti a várost, egyrésztről szeretne onnan elmenni, ugyanakkor ez a város az otthona. És amikor tanárával, az egyik apácával erről beszél, hogy ő nem szereti a várost, akkor csodálkozik a tanár, hiszen úgy látja, hogy ez a város, ez fontos számára. Erre Lady Bird azt mondja, hogy figyelem a várost. Erre azt mondja a tanár, mi van akkor, ha a kettő ugyanaz? A szeretet és a figyelem. És ez egy központi eleme lesz a filmnek, ahol mi is ezt magunkkal tudjuk vinni, ezt a mély bölcsességet, hogy amire figyelünk, amire figyelmet szánunk, szentelünk, adunk, oda áramoltatjuk a szeretetünket. Oda áramoltatjuk az energiánkat. És a film végén, amikor valami meggyógyul benne, valami megfordul benne, édesanyával való kapcsolata talán mélyen meggyógyul, akkor is a templomba megy, és akkor is abból az energiából merít Lady Bird, ami Krisztusnak volt a szeretete felénk. És ezt nem szájbarágosan adja a film, nem úgy, hogy
próbál minket kioktatni, vagy tanítani valamire, hanem egész egyszerűen, természetesen, organikusan a történések, az élmények útján. És nagyon megindító a végén, amikor Lady Birdben megjelenik az elfogadás, a gyógyulás következményeképpen, az elfogadás a saját életével szemben is, és édesanyja személyével szemben is, és valahogy látja azt, hogy édesanyja érte dolgozott olyan keményen, és azt tudja mondani neki, ami talán mindannyiunkat megindít, hogy köszönöm. Ha tetszett a filmelemzés, itt tudsz feliratkozni, a képernyő alatt van a gomb, megköszönöm neked, így nem maradsz le a további elemzésekről. Sőt, itt a képernyőn megtalálhatod két másik elemzésemet. Viszlát, következő alkalommal.